Kistelken nyílt meg az országban egyedülálló módon a Kárpát-medence temetkezési szokásait bemutató kegyeleti park. A Kistelki Néprajzi Kegyeleti Parkban eredeti és másolatként készített sírjelekkel mutatnak be különböző temetkezési szokásokat. Az 1 hektáros területen egy fogadóépület is megtalálható, ahol különböző tájegységek lakóira jellemző temetkezési szokásokat lehet megismerni. A Kistelki Néprajzi Kegyeleti Témapark, ahogy a neve is mutatja, alapvetően a paraszti kultúrához nyúl vissza, a 19.-20. század fordulója az időbeli szűrő. Témapark abban a tekintetben, hogy egy adott témát járunk körül, ez pedig a halál és a halálhoz kapcsolódó szokáskör. Mintegy 1 hektáros területen állunk. A történelmi Magyarország határvonalain belül jelöltük ki azokat a helyszíneket, településeket, ahonnét ezeket a tájmásolatokat, a sírjelmásolatokat bemutatjuk. Kistelek településről 5 eredeti sírjelet mutatunk be, ami azért is fontos, hiszen Kisteleken valósult meg, és rendkívül fontos az, hogy a helyiek magukénak érezzék ezt a parkot, ezt a fejlesztést. Vas Rozáli, a projektmenedzser nyitotta meg az átadót, majd átadta a szót Sejben Józsefnek, aki a Kisteleki Képviselőtestület nevében kezdte meg a beszédeket. Kisteleki lakosként nagy büszkeséget tölt el, hogy városunk újabb értékkel látnivalóban gazdagodott. A múltunk megismerése és tisztelete, hagyományaink, szokásaink és kultúránk ápolása, megőrzése nélkül gyökértelenné hazátlanokká válhatunk. Ezáltal pedig a jövő nemzedékének gyermekeink boldogabb jövőjét kockáztatnák. Ahogy Babics Mihály mondja, sokkal szebben és tömörebben, múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Az itt megvalósított park sok-sok ember keze munkájának, ötletének az eredménye. Először engedjék meg, hogy megköszönjem dr. V. Katalinnak, aki a kurátori munkáját néprajzi és múzeumi szakemberként végezte, emellett nagyon sokat segített a szakmai anyag összeállításában, munkáját lelkiismeretesen és nagy elhagyatottsággal végezte. Köszönjük! Nyilván elsősorban megköszönjük a város nevében a kivitelező cégnek, a Sisák Kft-nek, Sisák Lászlónak a munkáját. Köszönjük Murányi Gábor és Kicsiny László turisztikai szakértését és szakmai támogatását. Természetesen a kisteleki lakosok is kivették részüket abban a gyűjtésben, adakozásban, melyben felajánlásaikkal gazdagították, teljesebbé tették az itt bemutatott tárgyakat, eszközöket, fotókat. Köszönjük dr. Nagy Nettának a gyűjtésben elvégzett munkáját. Továbbá Jobbágyné Vörös Ibolyának, Lőrinc Sándornénak, Bicókné Franciskának, Jéga Szabó Józsefnének, Hell Erzsébetnek, Cegersvit Istvánnak és Gyimási Zoltánnak a felajánlásaikat. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az ötleteket és a pályázatnak a megírását Nagy Sándor polgármester úrnak, segítőinek, Ott Gabriálának és Mészáros Gábornak. Amit tudok ígérni, hogy városunk vezetése továbbra is megragad minden olyan lehetőséget, ami a településünk fejlődését és gazdagodását segíti. Majd dr. V. Katalin a kiállítás kurátora folytatta, aki ismertette a témapark kiállítását és tartalmi elemeit. Először is a legfontosabbnak azt tartom kiemelni, hogy egy országosan is kuriózum fejlesztés valósult meg az önök településén. Már a témaválasztás sem mindennapi, hiszen a halál témájához nyúlni meglehetősen nehéz feladat. Sokan morbidnak tartják, félnek tőle, ijesztőnek, hiszen a mai világunkban a halál már nem a mindennapi életünknek a része. Kuriózum tehát a témaválasztás, másrészt pedig maga a helyszín, hiszen a jelenlegi kisteleki témapark helyén állt a korábbi köztemető, amit a kegyeleti szempontok figyelembevételével felszámoltak. A kő sírjelek egy része a szomszédos kápolna mellé került át, a fa sírjelek pedig a kápolnába. A helyiek pedig márványtáblával megjelölt jelképes sírhantot emeltek az elhunytak emlékére. Szintén a témapark mellett található az első és második világháborús katonatemető abban az irányban, illetve a régi izraeli temető itt mellettünk, továbbá a település jelenlegi köztemetője is. Elmondhatjuk tehát, hogy országosan is egyedülálló helyszínen valósult meg a témapark. A kiállítás koncepciójának összeállításakor több szempontot is figyelembe kell vennünk. Egyrészt a megrendelői igényeket, másrészt a helyszín adottságait,
a kiállítandó tárgyakat, a pályázati követelményeket, a technikai lehetőségeket, és természetesen a költségvetési keretet is. Amikor a koncepciót összeállítjuk, akkor tudunk választ adni azokra a nagyon fontos kérdésekre, hogy ténylegesen mit, hol, miért és mennyiből akarunk megvalósítani. A mit kérdésre választ ad a fejlesztésnek a címe, Néprajzi Kegyeleti Témapark. Ezt a nevet választottuk, ugyanis ez pontosan kijelöli, hogy egy adott időszakot, a 19.-20. század fordulóját mutatjuk be, és néprajzi témapark, hiszen a paraszti kultúrát emeltük be ebbe a parkba. Kegyeleti park, hiszen a halál témakörét és az ahhoz kapcsolódó szokáskört jelenítjük meg, illetve témapark, mert nem skanzent, nem múzeumot, nem kiállító helyet szeretünk volna létrehozni, hanem mindennek egyfajta keverékét. A különböző turisztikai fejlesztések és intézmények elemei keverednek ebben a parkban. Egyrészt a Magyarországon is több helyen ismert mini Magyarország parkokhoz abban hasonlít, hogy itt is a történelmi Magyarország méretarányosan kicsinyített másán helyeztük el a sírjeleket, de nem épületmaketteket, hanem sírjelmásolatokat. A téma tekintetében hasonlít azokhoz az intézményekhez, amelyek kegyeleti múzeumként működnek, világszerte ismerünk több ilyet, illetve Budapesten a Fiumei úti kegyeleti múzeumot, de különbözünk tőlük abban, hogy nem a polgári temetkezés kultúrát, és nem nemzeti nagyjaink, hanem a népi kultúrát alkalmaztuk szűrőként. A népi kultúra elemeinek szabadtéri bemutatása tekintetében pedig hasonlít hazánk szabadtéri néprajzi múzeumaira, a skanzenekre, de esetünkben nem áttelepített eredeti és hiteles építmények, hanem eredeti méretű tárgymásolatok, kisebb mértékben pedig eredeti tárgyak kerültek be. Hogy milyen is legyen egy ilyen témapark, amely a halál témakörét járja körül. Legyen formabontó, de ne legyen megbotránkoztató. Legyen innovatív, de tartsa tiszteletben ezt a rendkívül nehéz témát. Legyen érdekes, de nem közönséges. Egyáltalán kérdés az, hogy lehet-e szórakoztató egy temető. Egy temetkezés, egy kegyeleti park. Azt gondoljuk, hogy ha érdekességeket mutatunk be, akkor igenis lehet alternatívája a egyéb szabadidős tevékenységeknek. Legyen befogadó, de ne tudománytalan, legyen szakmailag megalapozott, de ne száraz, és mindenek előtt legyen a helyi lakosoké. Érezze minden kisteleki a magáénak, ezért is örülünk annak, hogy számos kisteleki tárgy, illetve fotóanyag került be a kiállításba. Végül, de nem utolsó sorban pedig legyen az ide látogatóké, a települést felkereső vendégeké. A kiállítás egységei az épület, a beltér, illetve a szabadtéri park. Az épület egyszerre fogadótér, múzeumpedagógiai foglalkoztatótér, közösségi tér és kiállítótér, ahol az utolsó emberi életforduló, a halál és a hozzákapcsolódó temetkezési szokások kerülnek bemutatásra, alapvetően kisteleki vonatkozásokkal. A külső helyszín szintén egy kiállítótér, ahol a történelmi Magyarország körülkerített határvonalán belül, GPS pontokon kijelölt településeken sírjeleket állítunk ki. A sírjelek üzeneteket közvetítettek. Ahogy az élő falunak, úgy a temetőnek is megvolt a maga jelrendszere, az élő és a halott falu egymás tükörképei voltak. Egy példával szeretnék erre utalni. Például egy sírjel mérete utalhat az életkorra, hiszen egyes településen a fiatal elhunytak kisebb gombosfát kaptak, mint az idősebbek. Utalhat egy sírjel mérete a rangra, a vagyoni helyzetre, mert például obeliszket, nagyméretű obeliszket csak a módosak tudtak állítani. De utalhat a sírjel mérete a lakhelyre, az adott néprajzi csoportra vagy tájegységre is. Példaként hozom a Székelyföldet, amelynek egyes falvaiban monumentális kávás kereszteket helyeztek a sírokra. És létrehoztunk egy olyan sírjel tipológiát, ami elhelyezkedés, felekezet, anyag, forma és technika szerint típusonként mutatja be ezeket a sírjel típusokat. A megnyitó szalag átvágással zárult, és a résztvevők egy tárlatvezetésen vehettek részt dr. Vég Katalin és Szabóné Bognár Anikó által összeállított témaparkban.